120 éves a Balatoni Szövetség. Könyvbemutatóval ünnepeltek a tagok a Tomaj katamaránon. Állattenyésztési napok a fiatalok középpontban. Üvegszámra fogyasztja a vöröset, borból készíti festményeit T. Lukács Ágnes. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Idén 120 éves a Balatoni Szövetség. A szervezet a Tomaj katamaránon ünnepelt. Többek között az év Balatoni háza, a kék hullámzászló és a Balatoni borokversenye megalapítása is a szövetség nevéhez fűződik. A grémium, amelynek tagjai a mindenkori polgármesterek, az elmúlt 12 évtized meghatározó pillanatait idézték fel az eseményen. Emellett bemutatták a Balatoni Szövetség elmúlt 120 éve alatt született újságcikkekből összeállított kötetet. Nehézségekkel teli évekből nem volt hiány az elmúlt 120 évben, így fogalmazott Lombár Gábor a Tomaj katamarán fedélzetén szervezett ünnepségen. A Balatoni Szövetség elnöke hozzátette, ma már azonban számos sikeres, a Balaton életét meghatározó projektről tud beszámolni. Év Balatoni háza ez 7. esztendőben kerül most kiírásra, és 21. esztendős a kék hullámzászló, illetve ugyanennyi tulajdonképpen a Balatoni borok versenye, aminek az igazi ereje az, hogy talán az egyedüli regionális borverseny, ami nem sok van, tehát nincs az országban még egy ilyen, és a legjobb nekünk, akik ezt gondozzuk meg, valami közünk volt hozzá, hogy egyre inkább rang lesz ezeken részt venni, és egyre többen vesznek rajta részt, és egyre többen tartják fontosnak, hogy ezeken a versenyeken részt vegyenek, és szerepeltessék azt a saját termékeiket, illetve a saját fürdőhelyeiket. A Balatoni Szövetség munkáját több turizmussal foglalkozó szervezet is segíti, ilyen például a Balatoni Turizmus Szövetség. Évek óta szorosan együttműködünk a Balatoni Szövetséggel, a balatoni strandok minősítésében dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés volt, főleg azelőtt, mielőtt a Magyar Turisztikai Minősítés Tanúsító Testület létrejött, és egy országos strand minősítést kidolgozott. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan egységes minőségbiztosítási rendszer alakuljon ki a balatoni strandok tekintetében, amelyre építkezve folyamatos fejlesztések valósultak meg, és a vendégek egyre elégedettebbek lehettek. Emellett a Balaton Bora esemény kapcsán is együtt szoktunk működni. A Balaton körüli települések közül 85 csatlakozott a Balatoni Szövetséghez. Gyenes Diással már közel 40 éve ápolnak jó kapcsolatot. Kezdetektől a rendszerváltás óta tagjai vagyunk, és bizony nagyon sokban segíti a szövetség a munkánkat, hiszen tagként a kék hullámzászló minősítés vonatkozásában egyéb Balaton vízvédelem, vízgyűjtő területvédelme tekintetében tett lobby intézkedések révén azt gondolom nagyon szoros együttműködést tartanak fenn az önkormányzatok, és azt gondolom, hogy ebben a Balaton vízminőség a legfontosabb az, hogy balatoniságunkat meg tudjuk őrizni. Az eseményen Vicman Mihály, Somogy 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a Balatoni Szövetség egy érdek és értékszövetség egyszerre, amely a térségben az épülést szolgálja. Eltelt 12 évtized, nagyon jól mutatja ennek a szövetségnek a létjogosultságát és a sikerét, hogy még mindig létezik, még mindig működik, és ezt a gyönyörű jubileumot ünnepelhetjük a mai napon. Ha egy mondatban kellene összefoglalni a Balatoni Szövetséget, akkor talán azt tudnám mondani, hogy ez egy olyan szövetség, amely egy értékközösség és érdekközösség is egyszerre. A balatoni érdekeket próbálják meg képviselni, természetesen településvezetői szinten, egységben az erőt megmutatva az egész térség fejlődése érdekében. Én nagyon-nagyon bízom. A Tomaj fedélzetén mutatták be a Balatoni Szövetség elmúlt 120 éve alatt született újságcikkekből összeállított kötetet. A könyvbe 120 cikk részlet került, amelyek a szövetség egy-egy fontos momentumát örökítették meg. Október 1-től újabb intézkedés segíti a gyermekes családokat, hiszen több tízezer család számára nyílik meg a lehetőség, hogy könnyebben hozzáférjen a Csok Pluszhoz, a Falusi Csokhoz és a Babaváró támogatáshoz, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a kormány Facebook oldalára feltöltött videójában.
Koncz Zsófia a videóban azt mondta, a kormány ezzel is segíti az államilag támogatott otthonteremtési programok elérését a speciális adózók és a mezőgazdasági őstermelők számára. A speciálisan adózó, például kattás, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők egyszerűbben vehetik igénybe a babaváró támogatást, a csok pluszt és a falusi csok kölcsönt. Elég lesz számukra egy év speciális adózási formában eltöltött TB jogviszony igazolása, a hitelbírálatnál pedig a bevételük legalább 50%-át jövedelemként tudják beszámítani, így magasabb összeget tudnak felvenni, és nagyobb értékű ingatlant vásárolhatnak. A mostani jogszabálymódosítással akár több tízezer család otthonteremtését tudjuk segíteni. Bíztatom az érintetteket, hogy éljenek a lehetőséggel. Az agrárfelsőoktatás és az agrárszakma népszerűsítése, új trendek bemutatása, szakmai konferenciák, helyi ízek utcája és rengeteg színes, interaktív program várta a Matek Kaposvári kampuszán az érdeklődőket a KÁN egyetemi napokon a hétvégén. A fókuszban most a fiatal gazdálkodók, illetve a jövő agrárszakemberei álltak. Különleges és hagyományos tollasok, patások, gépek, technológiák és hasznos szakmai ismeretek, valamint egésznapos családi kikapcsolódás jellemezték az idei KÁN egyetemi napokat Kaposváron, amelynek megnyitóján Gyurica Csaba, a materektora kiemelte. A mezőgazdaság mára igazi csúcs technológiai ágazattá vált, és az egyetemi képzések is ehhez igazodnak. Mi egy korszerű egyetemet építünk, egy olyan korszerű egyetemet, amely az elmúlt években Kaposvárral együtt és az öt kampuszával együtt feliratkozott a világ felsőoktatási térképére. Jelen vagyunk Magyarországon, jelen vagyunk a Kárpát-medencében és a jövő héttől már Európán kívül is, hiszen átadjuk első Európán kívüli kampuszunkat. Mi a jövő egyetemét építjük, a fiataloknak pedig a jövőt áruljuk. A fiatal gazdálkodókra hívta fel a figyelmet Jakab István, a MAGOSZ elnöke és az országgyűlés alelnöke is. Az, hogy a fiatalokkal találkozunk, az, hogy érezzék, ők is átérezzék annak a súlyát, jelentőségét, és megkapják azt az üzenetet, hogy mit várnak tőlük az emberek, ha majd már végeznek, ha már szakemberként beszállnak a ringbe. Miért fontos ez? Azért, mert egy nagyon nagy kihívások előtt állunk, és a hagyományokat őrizve, ugye szeptember 29, Szent Mihály nap, behajtás, a számadás napja. Hát számadás van, majd lesz is, mert a fiatalok számára egy nehéz időszak következik. Új divathullám, új technológiák, új elképzelések, az Európai Unió új biztosai már látszik, hogy milyen elvárásokat akarnak megfogalmazni, és ezen kihívásoknak már nagyrészt ők kell, hogy megfeleljenek. A háromnapos rendezvény azonban nem csak a szakmai érdeklődők, hanem a családok előtt is nyitott volt. Ez a család már nem először vesz részt az állattenyésztési napokon. Nekünk nagyon tetszik, nagyon jó ez, hogy így kint van ekkora területen, kényelmesen be lehet járni, elég sűrűen vannak programok, hogy egyik helyszínről a másikra mindig van valami érdekesség, és mindig van valami újdonság nekünk, amit észreveszünk, amit így megismerünk, hogy ezt még eddig nem láttuk. Kistermelőkből sem volt hiány, a különleges csilis termékekkel már negyedik éve találkozhatnak az odalátogatók. Fóliasátorba termeljük a 90%-át a csilinek. Mondhatjuk, hogy a klíma megfelelő neki. A szabad ég alatt lévő paprikákkal sokkal nagyobb a probléma. Talajtakarással dolgozunk, és gyakorlatilag mindent csepegtetve öntözünk. Ez egyrészt vizet spórol, másrészt pedig könnyebb adagolni a tápanyagokat, meg mindent neki. Igazság szerint nekünk olyan kimondottan rossz évünk még nem volt. Voltak gyengébb évek, voltak, amikor megtépett minket vihar, meg jött sok esőzés és gombabetegségek, stb., de ezeket a helyén kell tudni kezelni. Igazság szerint a nehézsége a fóliasátorral van. Nyáron nagyon meleg van, tavasszal ősszel nagyon hideg, és ugye minden hirtelen változást nehezen tolerálnak a növények, de meg lehet oldani. A gazdálkodók számára az idei év sem volt egyszerű, fogalmazott Pap Zsolt, György, a NAK elnöke. Mint hozzátette, a kormány azonban nem hagyja magára az agrárium szereplőit. Ez az idei év sem volt egyszerű. Az az asszály, ami mondhatjuk, hogy a hátunk mögött van, de annyira még mégsem,
az őszi vetésszerkezet kialakítása, az őszi betakarítandó növényeknek még egy jelentős része lábon van, zajlik a kukorica betakarítása, van kihívás az agráriumban. De hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, Magyarország kormányának köszönhetően az a 80%-os társfinanszírozás, ami az uniós forrás mellett megjelenik, egy óriási lehetőség a megújításra. Számos pályázati felhívás jelent meg az elmúlt napokban, hetekben, és számos fog megjelenni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. A közös agrárpolitika lehetőséget biztosít az agrárium teljes megújulására, legyen ez az innováció, az eszközök, a gépek, a technológiák beszerzésére, a cél a hozzáadott érték fokozása és a hatékonyság növelése. A Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén az idén is érdekes, aktuális szakmai konferenciákkal várták az állattenyésztés és növénytermesztés képviselőit, valamint interaktív színes programokkal a nagy közönséget és a kisgyermekes családokat. Magyarország megfelelően felkészült a térre. A kiemelkedő kapacitású hazai tárolókban már 6 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca tájékoztatása szerint 2023-ban a lakosság alig valamivel több mint 3 milliárd köbmétert fogyasztott el. A gazdaság igényeit tavaly mintegy 5,5 milliárd köbméter földgáz fedezte, a belföldön tárolt mennyiség ezt is meghaladja. Emelték ki hozzátéve, hogy a múlt esztendőben együttesen tehát mintegy 8,5 milliárd köbméteres gázfogyasztás, több mint 70%-a a nagy hidegek beköszönte előtt hozzáférhető. Mint jelezték, az előző fűtési szezon együttesen 5,7 milliárd köbméteres felhasználásával megegyező mennyiséget már szeptember elejére betárolták. Vörösborral készült képeket mutattak be Somogyváron. Télukács Ágnes az olajtól az akvarellig minden technikát kipróbált már, egy véletlennek köszönhetően ragadt meg a vörösborral való festés mellett. A nagykanizsai művész több témában alkot, szívesen készít portrékat. Somogyváron a Szent László látogatóközpontban Andrea Bocelli, Geszti Péter és Vincent Cassel francia színész vörösborból készült képét is láthatja a nagy érdemű. Merlot és a Cabernet Sauvignon, az ilyen szín. Hat mélységig festett a Huber pince két borával Télukács Ágnes. A Somogyváron nyílt tárlaton több olyan kép is látható, amelyeket ezekkel a nedükkel festett meg. A technikával 6 évvel ezelőtt ismerkedett meg egy véletlennek köszönhetően. Borfolt alapján jött az inspiráció, rákerült egy alkotásomra egy borfolt, azt félre kellett tenni, újra kellett kezdeni, és párom megjegyezte, hogy miért nem próbálsz borral festeni. Tetszett az ötlet, mert mindig kapható vagyok az újdonságokra és az érdekes dolgokra. Aztán végül is elkezdtem játszadozni ugyanúgy, ahogy az ember próbál kísérletezni akár egy vegyes technikájú műalkotásnál. Nagyon sok képemen egyébként van, amikor többféle technikát is ötvözök. Tehát van olyan képem, ahol van pasztel, van akril, van akvarelceruza, attól függően, vagy akár tűfilc, hogy éppen milyen részét kell kiemelnem egy képnek. Akár egy portrén belül is több technikát is alkalmazok. És a borfestésnél is ugyanez volt, hogy el kellett kezdenem az egészet így végig gondolni, hogy különböző papírfajtákon, különböző savtartalmú papíron, a különböző savtartalmú vörösbor, az milyen hatást ér el, mintákat készítettem. Nem egyszerű a vörösbort vászonra vinni, technikai tudás és sok gyakorlás szükséges hozzá, emellett türelem is kell, mondja az alkotó. Kiválasztom a bort. Akkor kipattintom, megkóstolom, iszom egy kis kortyot, mert azt nem hagyom ki, és aztán utána kiöntögetem poharakba. Ahhoz, hogy színárnyalatokat érjek el, vagy sötétebb színt, kell, hogy egy picit elpárologjon a bor, ugye az alkohol tartalma. Van olyan pohár, amit mondjuk napokig elől hagyok, és az alján ugye ez a kicsit besűrűsödik, már egy ilyen sötétebb réteg lesz, az nagyon jó a sötét háttérhez, vagy a sötét árnyaláshoz. Az első ecsetvonás a papíron, az a szinte minden bornál legelőször ilyen halvány zöldes, vagy halvány sárgás, vagy nagyon-nagyon halvány lilás árnyalat. És aztán utána mindig meg kell várnom minden egyes ecsetvonásra, hogy megszáradjon teljesen. Most női trükkök vannak, mert lehet itt hajszárítót, meg egyebeket bevetni, hogyha gyorsítani kell a folyamatot, de a legjobb mindig az, hogyha természetesen szárad.
Éppen ezért ez lassú folyamat, nagyon lassú folyamat. Általában egy-két kép készül párhuzamosan pont emiatt. Az egyik legdrágább bor, amivel festett, a Villányi Maú Zsolt pincészetéből származik. Egy üveg 140 ezer forintba kerül, de gyakran vásárol külföldi nedűket is. Például Andrea Bocelli birtokában lévő borászattól rendelt kétféle vörösbort. Ezekből 9 festményt készített a Tenor családjáról. Somogymáron a Szent László látogatóközpontban Andrea Bocelli, Geszti Péter és Vincent Cassel francia színész vörösborból készült képét is láthatja a nagy érdemű. Nagyon szeretek portrékat készíteni, emberábrázolást imádom minden téren, tájakat, tehát úgy konkrétan nincs kedvencem, igazából hangulatomtól is függ, attól, hogy mondjuk milyen helyszínre megyek kiállítani, vagy az utazásaim során, hogyha vannak olyan tájak, amik megfognak, akkor azt mindig megcsinálom. A Szent László látogatóközpontban nyílt tárlat október 15-ig várja az érdeklődőket, a művész pedig hamarosan Franciaországban is bemutatkozik borral készült festményeivel. 12. alkalommal hirdették meg magyar nemzetiségű versenyzők számára a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt. Ez a világ leghosszabb pontyfogó versenye, ugyanis a résztvevők szeptember 27-e és október 5-e között 186 órán át pecáznak folyamatosan a legnagyobb halakra. 3 millió forintot nyerhet a legjobb csapat, de ezen kívül még számos díjat felajánlottak a szervezők. A verseny legnagyobb halát kifogó csapat 500 ezer forintot kap, és ugyanennyi jár a verseny eddigi történetének legnagyobb halának kifogásáért is. A vízkezelő Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT kérésének megfelelően idén is lesz etető anyaglimit. A felhasználható mennyiség a verseny teljes ideje alatt 140 kg. 120 éves a Balatoni Szövetség. Könyvbemutatóval ünnepeltek a tagok a Tomaj katamaránon. Állattenyésztési napok a fiatalok középpontban. Üvegszámra fogyasztja a vöröset, borból készíti festményeit T. Lukács Ágnes. Ennyi fért mai hírösszeállításunkba, tartsanak velünk holnap is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További kellemes estét, viszontlátásra!